Mentünk a dohánybótba. Gyalog. Hát. Kocsival mentem volna, de hát már be vagyok baszta. Ciklakert. Nem fejezték be. Jaj, még itten cirkuszolnak ezért. Majd itt lekaparom akkor ehhe. Kérem szépen. Betű. Nem, mi a Betű miatt? Na játssza végig egy izgalom. Nem látok ám. Egy zét találtam, de tudtok nem. Itt is van kettő. Ez meg csak látja. Na, elindultak a költözködéses munkálatok. Petiben pakol, már van egy csomó cucc. Én meg templom. Én meg át fordulok kocsival, mert úgyis a csomagtartóba kell pakolnunk. És így egyszerűbb lesz. És mondjuk nem lehet kinyitni. Kidobálom a szemetet az autóból, hogy azért el is érjünk. Mert itt van most bőven megy. Tiszta szőr. Azon megint kikanyézom az autót. Van amelyik nap meg a szörnyű, hogy milyen szőrök vannak. Szerintem nyitva hagyom, hogy sok itt a Gami. Ott van a szellem a Gamina. Tényleg retexis. Ha! Még a körmöm alá is bement. Egy üveg szilánk. Basznak! Ezt nem hiszem el. Már rosszul kezdődik. Peti! Bement egy üveg szilánk a körmöm alá. Nincs egy csipesze. Tessen, gyöldöm magam. Amma, eleve vlogoltam. Ott van, de nagy! Egy tű!
nagyon fáj. Csipet, nem tudom. Késed van. Pont bement. Csak a szemetet akartam. Hegyes. Kiszedjem? Nem, mert ez fájna. Ó, bazd meg. Ó, ez nagy volt. Hol van? De fáj. Hol van? Ez nagy volt. De fájt. Mondtam már. Ah, alig jutottam valamire a pakoláson. Na, folytassuk. Szentséges atya úristen. Tényleg most az ilyen izé nagyon utas szállító volt a kocsim. De most kidobom a szemetet. Fú, de szőrösek. Sütőtáska, a rendes sütőtáskát mondtam a Petinek, hogy elhozom. Akkor bele tudjuk tenni a sok fagyasztott cuccát, hát kurvára nem hoztam ezt. Elfelejtettem, pedig csak ennyi dolgom lett volna. Mármint nem, nyilván aput is éppen szállítottam haza. Ó, megvan a izém. Ezt kerestem. Szemceruza. Tűzizé. Á, vérzek. Vérzek a körmöm alatt, nem látszik, mert... Á, de kurvára fáj. Ez ilyen szerelőlámpa. Bármire is jó lehet. A szemetet nem viszek haza, az biztos. Hónap meg tényleg kocsitakarítás lesz, mert ez durva. Hóp az nem tudom, a tévé tetején fog utazni, vagy hol. Elfektetem most a cuccot, amennyire lehet. Ez ide bemegy. Ez innen jön. Ez ide bemegy. Ez kimegy. Megtessük el. Na, kipakolva. Ez már jó lesz ilyen rongyizének. Úgyhogy azért van hova pakolni, bőven. Szerintem elfér minden. Sokat dolgozott, és megéhezett. Hüttőt ide kibasztuk, még itt van a fagyasztott áru. Ki akarta dobni, de van, nincs erdalas. Kuka. Nem, visszük-e? Csomó kutya kaját, leves. Azt mondja, én ehhez ragaszkodok. Az enyém az nagyon szó. Én nem kértem semmit, hogy mit hozzon. De nem jó. És hát nehogy itt hagyjuk ma ezt is. Ha meg úgy látom, még egy adag van. Nem eszi. De az én kutyáim megeszik, és sok van. Megeszik. Ilyet használnak most ez Lidl-ös. Így tudod? Hát mert ilyet vettünk. Igen. Megeszik. 10 kilóst. Feljön a lény. A, mit vittünk ki? Kenyérsütőt, kuktát? Tévét, számítógépet. Tévét, számít. Még ez megy? Ezt is ki akarta dobni, de hát jó, most mi ezt csak azért dobjuk ki, mert ki van nyitva. Szerszámok. Szerszámok. Mit vittünk? Flexet? Nagy fúróiparit. Ütvefúrót. Csavarbehajtót. Csavarbehajt. Én nekem van egy kávém, ezt az úton megnyalom, és erre arra gondoltam,
hogy ezt itt hagyjuk, ha jönnek a nyadék. Nem? Mm. Oda beteszem. Hopp. Hol a nagy kés? A hátamba. Beleraktam. Szegény Hopp itt marad. Az otthon. Nem azt teszed, kicsit helyet. Csak visszahoztam el tartani. Fúj, de büdösen. Hát így néz ki a kocsi. Ez a tévé. Hoppnak csináltam egy kis helyet, hogy ne Petivel egymás nyakán legyenek. Áj, sokabb mindent bevesz ez az autó. Annyi, hogy ugye nyilván a... még oda is lehetne, de a tévé miatt nem merünk. Kicsit össze. A hajat mostam. Végre. Kibontottad a hajad. Ki szétjött. Csak azért iratkoztam fel. De elhagyatott, ez Csernobil, bazd meg. Rákos is vagyok. Elhagyjuk a helyszínt. Ezt még visszük. Akkor ezt még itt töltött fel a rútert, kihúztuk. De mindegy, mert a 4G is jobb itt, mint bármi. Nem dugunk már vissza semmit. Ezek maradnak. Még ezt is kifosztottam. Tele volt kutya kajával, meg mindennel, meg Szotyi Katinak. Na majdnem itt akart a hajt. Jó, akkor... Jó, azért itt még van, de ez is durva. Tele volt konzervekkel. Most már semmi nincs. Csak a vízóval leolvasolnak egy kis kávé. Ezt itt ne hagyjuk ehhez. Kuka. Nem, Peti, drágaság van. Van még jéghót? Van. Majd nyitva hagyjuk akkor. Hát igen. Augusztus 28-án takarítani fogok. És én mit csinálok? Augusztus live-hozol. Ja? Jó, ezt osszal jövök. Hogy érzed magad, hogy elhagyod a helyszínt? Újdonságokat mindig is imádtam, utálom a befásult köcsögöket. Mindig az a csaj jut eszembe, aki amúgy szép volt. És egy évig mindig az volt a kifogása, hogy de olyan messze vagy, aztán kiderült, hogy Veszprémben lakik. És az nem is költözés, hanem meglátogatni. Randi, én nem mehetek, mert a szüleivel lakik. Már. Hát meg sok ilyen nőt ismertél, neked mindig meséltem. Itt lakik, ott lakik, de ebben az meg országon belül. Nincs a hétvégéje, bazd meg. Te meg szültél egy gyereket, bekötötted hátra, azt megyek live-ozni, gyere. Hát mit csinálok? Látom rosszul, vagy megyek, csinálok neked teját. Nem szarakodott sose. Felment az előzetesen. Főlettem. Mármint, hogy előzetesben voltam a rendőrségen. Ezt visszük. Ezt minek? Melyiket? Hát lehet nekem az is jól van. Buti. Nekem jó. Nagy az? Nem nagy. Engem ez nem zavar itt. Neked akkor fekete. Na jó, van ez nekem mindegy, amennyit hordom. Nekem az jobban áll, mint neked. Mint nekem? Azt hittem, mint ez.
Összenyomtad? Semmit nem csináltam. Akkor mit? Ja, mert be van gyűrött. Nekem jobb. Hú, de melegem van, most nem bírok semmit el. Pusztú! Azt mondjuk, 1340. Visszük a csengőt. Vagy felragasztjuk. Visszük a csengőt. Hopp! Gyere! Hogyha valaki jönne, otthon halljuk. Hopp! Gyere, megyünk, gyere! Gyere, hopp! De ő onnan akart volna beszállni, azt mondja. Ide, megyünk. Tudom, hogy sok a minden, de elférsz ott kényelmesen. Akkor igen, hogy elhagytad ott közben. Rádobtam a tévére a két sapkát. Azt elbírja, meg talán ezt is. Igen, egy cipzáros pénztárca. No, kedves szaggatom, bazdmeg. Hát ahhoz ragaszkodok. Egy ilyen krémszínű. Hát, ki tudja, hol van, Peti. Menjünk. Dögölj meg, Orbán! Igen, azt akartam mondani.